Az illetékes minisztérium felmérésében 11 ezer szerbiai hallgató vett részt. A kutatásból kiderült, hogy leginkább az IT és az egészségügyi szakemberek azok, akik Szerbiában tanulnak, de tudásukat külföldön szeretnék kamatoztatni. A felmérés szerint az egyetemisták azért terveznek külföldre költözni, mert itthon nem tudnak a szakmájukban munkát találni, valamint alacsonyak a bérek és az életszínvonal. A legtöbben Németországban kezdenének új életet, de sokan választanák Amerikát, Svájcot, Ausztriát vagy Norvégiát. Arra a kérdésre, hogy milyen változásokra lenne szükség Szerbiának ahhoz, hogy ne hagyják el az országot a fiatalok, a költözni vágyó egyetemisták egynegyede azt válaszolta, hogy semmi sem tudná itthon tartani őket. Ezek a fiatalok már meghozták a végső döntést, és rájuk nagyon nehéz hatni. Ivanka Popovics, a belgrádi egyetem rektora kiemelte, hogy az eredmények még drasztikusabbak lennének, ha a felmérésben azok a fiatalok vettek volna részt, akik már megszerezték egyetemi diplomájukat, hiszen ők valószínűleg már szembesültek azzal, hogy milyen nehéz megfelelő munkát találni az országban. Úgy gondolom, ebben a helyzetben jól összehangolt lépésekre van szükség. A termelés erősítésével és az IT-szektor támogatásával itthon tudnánk tartani a fiatalokat. A belgrádi egyetem támogatja a szakok összehangolását a szerbiai munkaerőpiac szükségleteivel, ami megoldást jelenthet a fennálló problémára. A konferencián kiemelték, hogy az egyetemisták fele nem hagyná el Szerbiát, ha az ország biztosítana számukra lakáshitelt, pénzt a továbbtanulásra és a fejlődésre, valamint jobb munkalehetőséget. Abban reménykednek, hogy a 2030-ig tervezett oktatási stratégia csökkenti majd a külföldre költözés mértékét.